Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, folytatjuk az Aragami 7. részével a sorozatot, a végjátszást, és most vagyunk a 8. fejezetben, ami nem más, mint a The All Siege, vagy Siege, nem tudom, hogyan kéne ejteni ezt pontosan, nevezetű fejezet, és ismét ismeretlen területen vagyok. Na nézzük! Így van, The All Siege, vagy Sage. Oké. Okay. Még beszélgetnek. Na, ott van valaki, ott sétál. Úgy látszik, valami városban vagyok, egy piacon. Mintha egy piacon lennék, legalábbis úgy néz ki. Úgy is van. Oké, okay, Shadow Kill. Az első kill megtörtént a pályán. Ott pedig kőröz egy ilyen fény. Na most akkor ez a mi kéne majd csinálni? Hát, hogy nem is azzal fogom most folytatni, hanem inkább ezzel itt. Valahogy zörödni kéne neki, vagy futni esetleg. Mi ez itt? Valami kis erfény. Oké, okay, na nézzük. Most fogok futni. És nem hallotta meg? Nem mondod? Na. Akkor másképp csináljuk. Nem igazán akar ez megmozdulni. Viszont ott is sétál, sőt ott állnak valakik. Megpróbálom azt, hogy ide jövök. Nem így akartam! Ajjajjaj, srácok, ezt elszúrtam. Ezt nem így akartam. Majdnem megfújta a kürtöt. Oké, hát a beszélgetésüket megszakítottam. Na itt már van egy ijász, már most látom, hogy itt célozgat. És ott van az egyik lány beriel, amit meg kéne majd semmis, de nem, de először meg kéne takarítani a környéket. Merről menjünk? Ott áll valaki. Ő felé is van ilyen, ilyen fény. Hogy kéne ezt megoldani? Most jelenleg itt nincs senki. Az ijász ott áll fönt. Aha, oké. Okay. Akkor viszont... E körül is van ilyen fény? Oké. Okay. Akkor úgy látszik, hogy nehezednek itt a dolgok. Na de semmi baj. Hopp! Na akkor erről. Úgy is van, és az meg hallja? Ugye nem hallja? Nem hallotta meg, teljesen jó. Oké. Okay. Szerencsém is volt egy kicsit egyébként. Ezt kéne valahogy ide csalni, csak a fény miatt nem tudok közel menni hozzá. Akkor más megoldást kéne kitalálni. Méghozzá azt, hogy futok egyet. Nem hallja meg, de most meghallotta, jól van. Oké. Okay. Csak a fény is jön vele. Itt ez a probléma. De úgy tűnik, hogy a fényt elpusztítja, ez a Shadow Kill. Jó van, srácok, ez is jó, hogy megtudtam. Így azért csak könnyebb lesz. És akkor itt jön a következő úriember. Na, merre mész? Visszafordul, jó van. És itt most nincs senki jelenleg, szerencsére nem is látnak. Na, egy picit gyorsabban haladok azért, mint ő. Úgyhogy ez is megvan. Itt is van egy épület. Mhm. Csak az a baj, hogy tekercs az nincs benne. Az a baj, hogy még nem volt olyan pálya, ahol minden tekercset megtaláltam volna. Talán az első két pálya volt olyan. De azóta nem. Na, be tudok vajon jönni, vagy sem? Persze, hogy be. Tökéletes. Oké. Okay. Itt nem tudok bejönni sehogy. Oké, okay, itt vagyok megint a piacnál. Ja igen, itt már jártam, csak azt nem is figyeltem, hogy itt föl tudnék jönni. Aha, oké. Okay. Oké. Az ijászt le kéne valahogy fedni, de nem így. Csabinyó, nem így. Mondjuk így. Most pont háttalál nekem, úgyhogy ezekem teljesen jó.
Oké, és akkor elvileg már is szabad az uta Light Barrier közé, vagy közé Light Barrierhez. Na de nézzünk erre körül először is. Ott valaki van. Mondjuk azok a fények nem annyira jók, hogy ott vannak, de nem baj. Úgy is van. Bár mondjuk ezeket a fényeket meg simán ki lehet kerülni. Ugyebár? Mondd, hogy igen. Még közelebb. Ez az. Hopp, ott jön a fényes ember. Ez a fény engem viszont idegesít, srácok. Határozottan idegesít. Akkor kéne oda menni. Így. Igen, szóval akkor kell oda menni, amikor a legtávolabb van tőle a fény, és van egy kis szabad terület, ahova tudok menni. Hellóka. Túl közel nem akarok menni. De akkor megoldjuk így. Eddig nem túl nehéz a pálya egyébként. Picikét nehezebbnek hittem egyébként az előzőből kiindulva. Az előző az tényleg elég nehéz volt egyébként, ott nagyon... Nagyon sokszor elszúrtam, amikor újra játszottam egy részt. De ez talán nem annyira nehéz, és itt föl tudok jönni. Fantasztikus, ott van még egy ijász. Oké. Most az kérdés, hogy erre fog nézni, vagy nem? Mindjárt kiderül. Ajajajajajajajajaj. Aha, ott van még egy ijász. Innen sajnos nem tudok átmenni oda, mert túlságosan messze van. Aha, semmiképpen nem tudok fölmenni oda, akkor viszont muszáj itt leesni. Még mielőtt be nem céloznak. Ajajajajajajaj, viszont többen is járkálnak. Úgyhogy bemegyek szépen ebbe az épületbe, ott is jön valaki, hát hihetetlen. Oké, bejöttem az épületbe. Itt egy picikét talán biztonságban vagyok, és itt ki tudok jönni. Aha, hopp, 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 hopp. Oké. Szóval meglátott, és talán ide is fog jönni? Hát, még ha kilátnék, de jó volna! Nem vett észre, jó van. Gyerünk már! Oké, és a másik pedig nem vette észre. Elég messze volt szerencsére ehhez. Jó. Akkor ezt megvárjuk, amíg visszaér és kinyírom. Hopp, 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 melóka! Na te csak ne kukucskáljál! Oké, megoldottam. Király, érdekes, hogy egyébként ez a fény nem annyira veszélyes, pedig most még bele is értem szerintem. Oké. Na. Oké, ez is kapja. Oké, az ijászokat viszont le kéne valahogy szedni tényleg, mint az előző részben. Mert az, ez elég veszélyes, amikor messziről kiszúrnak. Én pedig sokkal nehezebben veszem őket észre, mint ők engem. Megint jön egy ilyen. Meg kéne várni, amíg kicsit arrébb megy. Itt vajon van fönt egy ijász? Vagy nincs? Mert ez nagyon erre közelít. És nincs senki. Aha, de ott. Ott van valaki, ott van egy ijász. Ezt el kéne kerülni ez a fényt, nehogy rám jöjjön. Úgy. Na, már is könnyebb lesz egy ijász, a kevesebb ugyanis. És itt mi van? Aha, ott van a következő ilyen light barrier. Itt meg úgy tűnik, hogy nincs senki, dehogy nem. Pont most jött meg. Ne. És nem volt mentés, mehetek előről. Vagy nem? Innen kezdek, várjunk csak. Ott van egy ijász. F. Ja igen, a szentély. Jó, akkor mégsem kell előről kezdenem teljesen szerencsére. Csak most nem tudom, hogy hol vagyok. Ez a terület nekem nem ismerős. Dehogy nem, ebben a házban jártam.
Jó, akkor viszont egy csomó embert meg kell előről ölnöm. Hát most csak így. Próbáljuk a gyorsabbik verziót. És most már ezt az IS-t le fogom szedni, mert engem baromira idegesít. Oké. Okay. Valaki meglátott. Valahonnan meglátott egy IS. Oké. Okay. Ez szépen kiiktatva, teljesen jó. Megint sétálnak. Oda nem kéne leesni, mert beleesek a fénybe. De innen engem kilátott meg? Aha, ott van valaki, és nem tudok ráugrani. Hát akkor így. Oké, megoldva. Ez is megoldva. És itt le tudok menni? Van itt valami rács lefele. Na most egyen, hogy nem megyek még le oda. Hopp, 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 bár lehet, hogy az lesz a vége. Ezek csak eddig jöttek? Aha, az ott visszafordul, az ott megáll. És észrevette! Nem már! Oké. Okay. Na? Így. Oké. Okay. Féltem tőle, hogy kürt lesz, mert nagyon közel járt hozzám. De végül csak megoldottam. Oké. Okay. Itt van egy ajtó. Igen, itt nem tudok még átmenni, mert ugye gondolom, hogy a barriereket szét kéne törjem. Az összeset. Na ez most megint szép mutatvány lesz. Hogy is csináljuk. Mondjuk ide. Nem. És most. Úgy. Oké. Okay. Igazából nem is olyan nehéz ezt megcsinálni. Csak először tűnik félelmetesnek, és itt egy tekercs! Van egy tekercsem! Már 7 pontom van, amit el tudnék osztani, de most már tényleg el is osztom, srácok, mert minek tartogassam. Na nézzük, mik vannak itt. Ezt már mióta meg akarom venni. Nem nagyon használtam a láthatatlanságot, de egy fene megvettem. És akkor maradt még 3 pontom. Így van. Úgyhogy azt majd a későbbiekben. Ha szükségem lesz rá, akkor el fogom használni. Hopp, az ott észrevet, de nem baj. Talán jobb is, hogy inkább ide csalom. Hello, nyugi van! Úgy is van. Teljesen jó. Ott egy barrier megint. Az előbbit erre jöttem el, és nem vettem észre? Már pedig igen, mert ott van a vérfolt, szóval jártam már itt. Hát remek. Nem baj. A lényeg, hogy megvan. Itt pedig már jártam bent, ugye? Persze, hogy jártam. Úgy is van, ez megvan. Picit talán most kevesebbet beszélek, mert nem szeretném elszúrni. Itt a következő. Szóval sorry azért, hogy a kicsit kevesebb a beszéd és csak az action van. Hop 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 hop. Na jó, akkor most szépen visszamegyek. Igen, ugye itt már jártam. De már nincs, akkor voltnak, vagy volt egy mentésem szerintem, mert itt ugye volt 2 ember, akinek állnia kellett. És most nincs itt senki. És valószínűleg akkor a lány barrieri szét van törve. Így van, jól van akkor. Akkor az előző halállal olyan túl sokat nem is vesztettem, mert ezen a területen ki van nyírva mindenki. Jó van, srácok, akkor ez tök jó így. Oké, okay, viszont akkor erre még nem voltam, elnézek. Akkor átmenni, hogy ez a buborék, ez a fény ne kapjon el, és sikerült. Viszont ott jön valaki.
úgy is van. Ó, nem mondod, és itt állnak ketten is. Miket kockáztatok én, te jó ég? Pedig ez elég közel volt, akár meg is hallhatta volna. Szerencsére nem hallotta meg, úgyhogy jól van. Ja igen, ez a terület már ismerős, ugye itt már jártam. Tökéletes. Igaz, hogy fényben voltam, de ez most teljesen mindegy. Oké. Gyerünk, és most remélem, hogy belefér. És belefért, jól van. Oké, betopmászni? Vagy itt már voltam? Mindjárt kiderül. Szerintem nem... Vagy voltam? Nem, ez a kezdőhely? Aztán mondta, hogy innen kezdtem. Nem, ez nem a kezdőhely. Hasonlít hozzá, de ez nem pont olyan. Viszont majd egy szentély. Nem nagyon használom azokat a képességeket. Úgy látszik, próbálom inkább így közelharcban megoldani a dolgokat. Ami nem is baj igazából, hiszen játék stílus függő ki, hogyan játszik. Hát én így. Na, most arra kell mennem. Jó, oké, akkor most használjuk ezt is, ezt a képességünket. Viszont... Így, ó, milyen ködös terület. Halljátok, ez tök jól néz ki. Ez tök jól néz ki? Aha, itt is van egy buborék. Úgy is van. Sehol senki, csak ott áll-e valaki, de az mindegy. És visszajött az a másik űrge, aki ott állt. Na, hellóka! Ez is megvan, teljesen jó. Mi ez valami sír? Valami kis temető? Ó, az emberünk eljött idáig. Szerencsére itt már nem találja a többieket. Egyébként ez is érdekes, hogy erre azért gyúrhattak volna a készítők, hogyha már nem találja a társát valamelyik, akkor azért gyanakodjon már minimum. Tehát ha nem is fúj riadó, de legalább egy gyanakvás, vagy valami. Főleg, hogyha tudja, hogy egy helyen posztolt. Mármint, hogy poszt, tehát hogy egy poszton állt. Posztolás, hogy kicsikét már kétértelmű. Itt föl kéne jutnom. Nem tudok fölmenni? Á, nem tudok fölmenni. Uha, viszont ez nem jó. Egyik vissza fog fordulni, és akkor nekem el kellene mennem. Úgy is van, akkor viszont elkapom először ezt. Mindenképpen. Óvatosan kikerül a fény, de még mindig erre jön. Nem jó, meg... Majd most. Oké. Egyébként már, hogy ez a fény ez ugye eltűnik. Oh-ho. Ne! Ne már, srácok, ne már! Miért nem reagál időben? És megint innen. Ugyanonnan folytatom? Vagy ez most másik terület? Ugyanonnan. Na jó van, akkor amikor megint odáig eljutottam, akkor találkozunk. Na még nem tartok ott, ahol eddig tartottam. De itt van egy tekercs, szóval ezt nem akartam kihagyni. Úgyhogy akkor most innen fogom folytatni a játékot. Hát még vannak olyanok hátra, akiket ugye az előbb már megöltem. Mielőtt még újra nem kezdtem volna, de nem baj. Például ez a nyilas engem kifejezetten idegesít. Na! Oké. Ott is van valaki, de elég messze van szerencsére, és nem is erre néz. Oda kéne valahogy feljutni, de hogy? Tetőkön keresztül esetleg? Aha. Ó, itt el tudok menni? Nem mondod. Hát elég éppen csak, de... De megoldható. Most az a kérdés, hogy... Oda, innen át tudok vajon oda menni, vagy nem? Mondjuk az IS nem fog ide figyelni szerintem, viszont itt a tetőkön tudok majd jönni. Ah, csak éppen már nincs energiám. Akkor ez mégsem annyira jó megoldás. Akkor viszont innen fogok átmenni kapásból. Na, most már elég energiám van, és így. És ha ez nem fog erre nézni, akkor még össze is jöhet.
Oké. Okay. Úgy is van. Oké, okay, szép apránként meg lesznek ezek az íjászok. Itt viszont valaki mászkált, ott van lent. Túl magasom, hogy ráugorjak. Ugyebár, de nem baj, viszont hangtalanul estem le. Ne már! Úgy. Remek. Na, és akkor talán most tartok nagyjából ott, ahol az előbb tartottam. Ott be tudok menni, be is fogok menni, mert ki tudja, van-e, hogy te tekercs esetleg. Aha, megint egy ilyen szentély. Ja nem, ez volt a mentőhely. Igen. Oké, szóval innen indulok tovább. Jól van. Ott valaki nagyon jön. Aha, oké, ezt így oldjuk meg. Úgy. Kicsit féltem, hogy megfordul hirtelen. De nem. Igen, ugye itt már jártam. Ezeket még nem öltem meg. Majd most. Úgy is van. Azt a fényes jóskát is mindjárt kinyírjuk. És ez az, király. Nem ért el a fények, szerencsére. Oké, na nézzük. Most azt nézem, hogy melyik épületekbe lehet bemászkálni, mert az itt eléggé zegzugosnak tűnik. Igen, ugye itt oda a ködös rész. Jaj. Féltem, hogy nem fér bele, de mindjárt meglátjuk, és most! Most megvan. És Amazot nem veszi észre! Szerencsé, hogy ilyen vaksik az ellenfelek. És nem tudik fel nekik, hogy egyszerűen eltűnik az orruk elől az ember. Mintha nem látnának el odáig. Jól van. Remek. És most. Másik pedig még nem is ért vissza, ugye ott volt még valaki. Jó, most erre nem megyek tovább egyelőre. Inkább visszajövünk és kinyírjuk ezt, aki most erre, aki erre jön. Na? Merre vagy? Ott vagy. Ú, srácok! Jó, befújt a kürtöt, de már nem érdekel. Az ijász nagyon lőtt fejem fölött, vagy nem? Onnan hallanék valami hangot. Jó, srácok, nem baj. A lényeg az, hogy túléltem és nem ölt meg, de nagyon kicsi múlott. Oda nézzetek, van itt egy bezárt ilyen kedrec. Tök jó, hogy ezzel a képességgel be tudok még ide is jönni egyébként. Ajajajajaj, ide nem tudok, nem enged fölkapaszkodni? Miért nem enged? És oda? Ugye meglátjuk. Ah, oda már tudok, jól van. És ott az íjász. Le kéne szedni valahogy. Úgy. Ez már nem fog többet lőni. Király. Na, hol van az űrge? Na, ott van. Hagyja kell, hogy nem tudok ráugrani. Akkor megoldjuk így. Na, most viszont elkapom. Elkapom, srácok. Ha kell, akkor a kunaival megdobom, de elkapom. Nem, állj, elsétált. Tehát a rohadt fénytől nem olyan könnyű követni, úgyhogy ne legyen bajom. De azért csak megvan. És itt már nincs senki. Nagyon jó. Na most merre kell mennem? Most már arra kéne mennem. Félek, hogyha itt rámegyek ide, akkor le fogok esni. Aha, elegántől féltem, majdnem belesem a fénybe. Ezt semmiképpen nem akartam megjátszani. De meg nem tudok menni. Na jó, akkor viszont megpróbálok valahonnan erről menni. Hát, ha fel tudok jönni valahol. Nem, akkor erről.
Itt megint nem fog átengedni a falon, mi? Persze, hogy nem. De miért nem enged át? Ez olyan hülyeség. Mindenhol át tudok menni, de itt nem, pedig itt is van árnyék. Na jó van, akkor megpróbálok visszamenni itt a fénynél. Úgy is van, és akkor... Ugye arra kell mennem, jól van. Itt viszont mi van? Itt nincs semmi. Jó, oké. Akkor most futok, mert itt úgy sincs senki, ugyebár. Aha, még mindig le van zárva, mert nekem arra még van dolgom. Itt is futhatok, ugye itt a vértócsa jelzőjében már jártam. Ó, ezt a kaput nem is vettem eddig észre. Márpedig tuti, hogy itt volt, és az is tuti, hogy ki volt nyitva, ott megjön valaki, és kaptam egy mentést. Jó, ha elcseszem, akkor innen fogom folytatni. Ez már egy nagy könnyebbség, hogy nem kell ezt a szakaszt már megint megcsinálni. De már vagy harmadjára ugrottam neki. Aha. Na nézzünk be ide. Hopp, hopp, hopp. Áha. Arról nem jó. A tekercset ellopom komám, ha nem haragszol. Aztán kapsz egy kis sárkányt, vagy kígyót. Hát kígyót kaptál. Ott viszont valaki meghallotta, hogy itt ügyködök. Úgyhogy menekülünk ide. És megvárjuk, hogy honnan jön. Na? A, ott jött. Ú, lejött a lépcsőn. Akkor ő fönn volt az emeleten. De most megkapja. Úgy is van. Igen, elég vékonyak itt a falak, tehát... Na, de akkor megnézzük, hogy honnan jött. Aha, innen jött. Van itt egy ágy, és itt az egyik lány barrier. Az utolsó szerintem, amit nekem meg kellett semmisítenem. Most meg arra kell mennem, tovább, jól van. Viszont itt nincs semmi. Csak egy ágy, láda. És itt vajon mi van kint? Lehet oké menni? Ne csinálj már, ki akarok menni. Miért nem enged? Ezt nem értem. Jó, hát akkor lesétálok szépen. És megnézzük. Aha. Hellóka. Ú, jön valaki, de nem baj, most már megcsinálom. És nem vette észre. Érdekes, az se tűnt fel neki, hogy egy fény van a emberünk körül, és az a fény is eltűnt, hirtelen sötétség lett. Na mindegy. De össze-vissza kolbászolsz te meg. Állj már meg! Nem állsz meg. Majd most megállsz, de hát... Jó, ebben most nem lesz Shadow Kill, csak leszúrom. Egyébként érdekes, hogy még mielőtt meghalna, már eltűnik a fény. Ez most érdekes volt. Ez nem tudom mennyire bug. Na mindegy. Én arra kell mennem, de ugye szeretnék kinyílni mindenkit a pályán. Ugye jó szokásom a szíven. Ami az előző részben sajnos nem jött össze. Hellóka! Kukucskál! Nagyon kukucská, ugye most nem is nagyon vagyok fény árnyékban. Elnézünk erre. Na jó, és nem tudom merről fog jönni, de szerintem mindjárt megnyugszik. Igazából csak egy pillanatra látott engem. Aha, ott is van. És az ajtón állót innen, aha, meg fogom tudni ölni, jól van. Na te menjél vissza a posztodra, járőrözzél szépen. Na és most indult el végre. Ezt nem tudom minden megölni, de most miért nem enged ráugrani? Hát akkor így, eltüntetjük szépen, és elhúzunk innen. Úgy is van. Na most jössz te. Ennek se tűnik fel, hogy az előbb még ott állt valaki. Egyébként remélem, hogyha lesz majd Aragami 2, mert pedig szerintem lesz, mert azért ez egy
baromi jó játék, ennek simán kell csinálni folytatást, akkor ezeket a bugokat majd ki fogják javítani, és egy picit talán nehezebb lesz, vagy legalábbis ezekre megpróbálnak majd ügyelni. Itt van egy szentély, megint nem használjuk a szentélyt. De mindegy. És elvileg itt már nincs senki, ott viszont mintha állna valaki, nem? Az egy íjász, dehogy is nem. Föl kéne jutom hozzá valahogy, de hogy? Innen vajon hogy? Lehet, hogy innen kéne, majd innen át oda? Na, enged? Nem enged. Áj, túl messze van, és nem tudok. Lehet, hogy hülyeség, de ezt az ajtót megpróbálom. Á, nem. Nem, viszont akkor itt nem tudok fölmenni. Van itt egy ilyen kis ösvény. Miféle ösvény ez? Itt van egy kút. Ó, le tudnék menni az aljába? Aha. Sejtem egyébként, hogy ez hova fog vezetni. Ugye volt egy rács, nem... Ez lett volna az a rács? Ó, igen. És ez volt az a rács. Na jó van, srácok, viszont akkor sem nyírtam még ki ezt az íjászt, és engem ez zavar. Mert én ki akarom nyírni. Hogy kéne ezt megoldani? Hogy kéne följutni hozzá? Ez nagyon erre figyel. Ho-ho-ho-ho-ho! És már nyilaz. Oké, akkor ez így nem lesz jó megoldás. Valahogy csak föl lehet itt menni. Vagy csak ennyi? Na nem mondod. Hihetetlen, srácok. Na jó, remélem, hogy megnyugodott, mert nem akarom megint ezt csinálni, de mindjárt meglátjuk. Ó, még beszélgetett is velem. Jó, hát akkor ennyi voltál. Na nézzük meg, mi van itt még. Szerintem már semmi egyébként. Ugye itt volt a tekercs. Abban a házban nem volt semmi olyan. Oké, akkor itt elvileg megöltem mindenkit. És akkor arra kell tovább menni, jó. Kérdés, hogy itt vajon az elején megöltem én mindenkit, vagy csak meg akartam ölni? Akárhogy is most körülnézek, aztán meglátjuk. Hoho, még jó is, hogy eljöttem. Jócskán van itt még ölnivaló. Aha, ez nagyon fénybe van. Sőt, ott nem is voltam bent szerintem. Vagy voltam itt? Az előző részben, az egyik pályán, az egyik épület pontosabban, az pontosan így nézett ki. Erre mondtam, hogy fogadó. Gyorsan! Erre nem számítottam. Viszont itt vagyok. Igen, hogy arra kell mennem. Na most olyan szempontból szerencsém van, hogy a másik területen ugye volt már egy mentés, és oda már nem kell visszamennem elvileg. Ezt nem fogom kihagyni, mert szeretném azt a pecsitet megszerezni. És ő volt az, aki megölt. Hát akkor most itt a bosszú ideje. Egy kígyó formájában érkezett meg. És akkor... Igen, ugye ott nem volt semmi. Teljesen feleslegesen mentem az előbb is. És itt van ez a fényes jóska. Na most úgy fogom csinálni, hogy ide mellé megyek. Amint tudok. Így, és akkor... Hát akkor így. Megint nem akar reagálni. Nem értem, néha mintha nem reagálna egyébként. Ez érdekes. Itt is vagyok. Oké, és most fogok átütni a következő pályára valószínűleg? Bár az most elég rövidnek tűnt nekem, de majd mindjárt meglátjuk. I don't know.
Oké, okay, Yumiko eltűnt. És itt a pálya vége valószínűleg, így van, itt a pálya vége. Hát ez most valóban rövidebb volt, a teljes kijátszás 45 percig tartott, ugye ebbe beletartozik az a rész is, amikor újra próbálkoztam egy-egy elrontott, egy-egy halál után ugyebár, amit ugye kiváltam a videóval. Szóval ez most picit rövidebb rész volt, és csak 3-at találtam meg, 6 darabból. Hát hol voltak ezek eldugva? Hihetetlen. És megint nem öltem meg mindenkit. Kettő megint megmaradt, mint az előző részben. Nem is értem. A-minősítést kaptam, 3675 ponton van. Hát jó van, srácok, ez volt az The Old Sage nevezetű pálya, és akkor a következő részben folytatódik a kaland. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és kommenteljetek valamit a videó alá. Sziasztok!